Sziasztok! Itt a nyár! Jó, mi? Kit izgat? A mai téma a divatfejhallgatók. Mi a gond a divatfejhallgatókkal? Tulajdonképpen nem is olyan sok minden, de ezt majd mindjárt elmagyarázom. Szóval, a divatfejhallgatókkal a legtöbb esetben a következő gondok szoktak lenni. 1. Nagyon drágák. 2. Annyira mégsem drágák. 3. Nem szólnak rosszul. Ez gond? Igen. Nagyon nagy gond. 4. Miért kell úgy kinézzen az összes, mint hogyha valami elmebeteg tervezte volna? Menjünk végig ezeken, és akkor ki is derül, hogy miről fogunk beszélni. Igen, láthatjátok, hogy a mai témánk igen fejhallgató, igen divat fejhallgató, de egyébként divat fej és fülhallgató lesz. És a nyára való tekintettem, hogy nem szeretjük az izzadt kábeleket a testünkön, wireless-eket fogunk mutatni, de menjünk végig szépen ezeken a dolgokon. A legtöbb gond a divatfejhallgatókkal, hogyha végigmegyünk az összes márkán, ami létezik divatfejhallgató szinten a legújabb hullámvonalakon keresztül, hogy már kiderült, hogy a JBL, a Harman Kardon is divatcuccokat árul, az egész gyakorlatilag műfaj megteremtő Beats, vagy esetleg a Bang & Olufsen mostani újfajtái, vagy a Skulk & Dm-vel most éppen fogunk foglalkozni, mégis mit akar elérni a divatfejhallgatóival? Na most, hogyha szétbontjuk rétegeire ezt az egész dolgot. A divatfejhallgatók alapvetően drágábbak, mint a normál, hagyományos értelemben fejhallgatók, azért, mert a design és a többi és a többi és az éles stílus elviszi az egészet, és emiatt adják őket drágábban. De valóban drágábbak? Nem, nem drágábbak. Hogyha iszonyatosan jó hangzást és egy nagyon jó fejhallgatót keresünk, akkor bizony még akár egy Beatsnél is körülbelül 20-szor annyit kell fizetnünk, hogy normális fejhallgatót kapjunk. Nyilván sokan nem fogtok egyetérteni velem, de higgyétek el, így van. Szóval, tulajdonképpen nem is annyira drágák, mint amennyire drágák, de nekünk mégiscsak drágák. Higgyétek el, nem össze-vissza beszélek. A hangzás. A hangzással az a gond, hogy nem is szólnak annyira rosszul. Szóval nem muszáj olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rohadt sokat fizetni ahhoz, hogy egy igazán kellemes és jó hangzás biztosítson nekünk a fejhallgatók. És most nem arról beszélek, hogy feltétlenül egy 15 000 forintos fejhallgató sokkal-sokkal-sokkal-sokkal rosszabb lenne, mint mondjuk ez vagy ez. Habár ezek se sokkal drágábbak vagy olcsóbbak. De mégis arról van szó, hogy divatfejhallgatók elérik azt a stílust, azt a hangstílust, azt a hangszint, ahogy le van maga a driver keverve, nem a driver van keverve, hanem amilyen keverést használ maga a hangszóró, és amilyen drivereket használnak, egy olyan plasztikus hangot tudnak átadni az embereknek, amikről ők azt hiszik, hogy az jó. És amiről azt hiszik, hogy jó, higgyétek el, az jó. Ezzel azt akarom mondani, hogy a legtöbb gamer fejhallgatóban és divat fejhallgatóban, amit eddig is teszteltünk, nagyjából ugyanazt mondtuk el a hangképről, hogy mindegyik igazából egy ilyen mély erős, középgyenge, magas, erősebb hangzás biztosít, ami ugye egy dinamika, egy manapság népszerű zenét nagyon-nagyon jól leközlő hangzásforma, amivel alapvetően nincsen gond. A divat fejhallgatókkal ez a baj, hogy legalább lennének rosszak, legalább lennének nagyon-nagyon rossz hangjai, és akkor végképp nem kell gondolkoznunk azon, hogy kifizessük érte azt a rengeteg pénzt. A negyedik rész pedig az maga a kinézet. A kinézettel az a baj, hogy ha az ember divatfejhallgatót akar venni, és ráadozza a pénzt, akkor az valószínűleg azért fogja megvenni, mert azt ő valaki látta, és miután megvette, fog rájönni, hogy a casual, normál utcájárós öltözékéhez nagyon nem illik egy citromsárgán neonszínben világító fülhallgató. Mert sajnos el kell jönnünk, hogy nem olyanok vagyunk, mint az emberek a tévében. De minek mondtam el ezt a sok szarságot? Azért, mert ma a Skulk & Dm wireless sorozatáról fogunk beszélni, egész pontosan az Inkt. In-ear verzióról és a Grind Wireless-ről. Az első dolog, amit nagyon fontos megjegyezni, a Skulk & Dm-vel kapcsolatban, ami szerintem revolúció az ő részükről. Majd kedves Skulk & Dm, szóljatok, ha nem. Ezt csak én látom így. Szóval, a lényeg az, ami szerintem az egyik legkülönlegesebb dolog, ami most ennél a vonalnál jelentkezett először. A Skulk & Dm is, nem bírálom a márkát, elkövette azt a hibát, hogy amúgy tök jó fülhallgatókat csinált az előző 2-3-4 évben is iszonyatosan jó hangminőségű, egészen praktikus fülhallgatókat adtak ki, amikkel főleg extrém sportolókat és az extrém sportban szereplőket célozták meg. Ezért is lehetett azt látni, hogy az elektronikai boltokon kívül még gördeszkás boltokban és a többi és a többi lehet kapni a fejhallgatóikat. De mi volt ezzel a gond? Legalábbis nekem. Meg Janinak. Az volt a gond, hogy nem tudott az ember bemenni és venni egy olyan fejhallgatót magának, csak nagyon ritka esetben, ami nem volt legalább terepmintás, nem volt rózsaszín koponyás, nem volt sárga virágos, vagy kötött, vagy mit tudom én. Az ember, ahogy felöltözik, be kell látni, egy ilyen fejhallgató nem illik minden öltözékhez. Ha ránéznek az emberre, a fél társadalom még mindig hülyének nézi, mondjuk már csak attól is, mert mondjuk vezeték nélkül, hogy fejhallgatót használ, és mindenki azt, hogy nincs bedugva, úgyhogy nem kell erre még egy lapáttal rátenni arra, hogy megjelenik egy úriember az utcán, és én nem mondom, hogy ezzel gáz van, egy fekete nadrágban, egy szürke pólóban, és egy tűzpiros fejhallgatóban. Inkább Kelet-Európában szokás ez. Úgyhogy, mit csinált a Skulk & Dm?
Most hasonló hangminőséget, néhány új technikai újítást megőrzött egy olyan dizájnban, mint amit például a Grind Wireless-en látunk. Hello? Ez a felhallgató jól néz ki. Az egész egy matfekete, sima műanyag borítást kapott, főleg itt a két oldalon, sima, egyszerű, letisztult nekünk a kedvencünk, a nem fényes, hanem ez az új lenyomatmentes... műanyag borítás. A fejpánt fém, nem úgy fém, hogy fémes. Frankon fém. Ha megfogjátok, akkor halál, stabil, masszív, viszont pont annyira nyúlik meg, hogy fel tudjuk tenni a fejünkre. A fejpántban nincs semmi túlzásban, mivel alapvetően belül egy szövött ilyen textil részt látunk, ami egyébként izzadságot is viszonylag jól szívja, aztán meg jól megszívja magát benne, de egyébként alapvetően nagyon kényelmes. Kívülről pedig ez nagyon stílusos, és nekem ez jött be a legjobban. Ez a fordított bőr ilyen világos barna színben látható, ami nem tudom, valahogy az egésznek egy olyan igényességet, egy olyan minőséget kölcsönöz, amit tényleg csak nagyon komoly márkáknál láttam. És van benne egy rohadt stílusos, gyakorlatilag ilyen embossed Skullcandy logó, amire egy szavunk nem lehet. Alapvetően a kábelt a két felhallgató rész között teljesen ebben a textil és fordított bőr részen a fejpántban hozták el, tehát kábelt összesen ennyit látunk a felhallgatóból. Amikor az ember ezt meglátja, nagyon igényesnek néz ki, és folyton arra gondol, hogy oké, és akkor behúzod a kábelt. Nem, azért wireless a neve, mert ez a felhallgató teljesen vezeték nélküli, tehát ennyi, amennyit láttok belőle, ennyi van tulajdonképpen, tehát nem így, ezt így felrakod. Maga a fejhallgató rész egyébként egy ilyen, hát én azt mondom, műbőrborítást kapott, viszont nagyon-nagyon puha szivacsot használ, eszmetlenül kényelmes a cucc. Én azt mondom, hogy láttam már jobb megoldást ennél, de nagyon tetszik az egyszerűsége és a letisztultsága. Külsőre egyébként a fejhallgatóról nagyjából annyit lehet elmondani, hogy a nagyon-nagyon nem túlzás micro-USB csatlakozó van rajta, amivel tulajdonképpen tölteni lehet, és ennyi. Ezen kívül találod egy háromfeles jack, ugyanis hát előfordul, hogy ez lemerül, majd nem sokára beszélünk az üzemidejéről, és akkor lehet sima vezetékes fejhallgatóként is használni, ami nem egy hátrány. Három gombot találunk rajta összesen, plusz, minusz és a középső gomb, ez a legtöbb telefon headseten így van, mert igen, egyébként headset is, tehát mikrofon is van benne. Ez a három gomb, ez gyakorlatilag az Apple Certified és az Android Certified szabványokat használja, tehát működik a hangerő fel, hangerő le, közép megállít egyszer, közép elindít még egyszer, dupla klik következő szám, három klik előző szám, tehát az összes gesture működik, ami működött eddig gyakorlatilag a telefonok nagy részével. Tehát tulajdonképpen ezek a gombok találhatóak rajta, tehát ha akár hívnak telefonon, beszélhetünk is vele. És nem nagy. Aj, basszus, tényleg tetszik. Kár, hogy a fejhallgatók hangminőségét nem tudjuk nektek átadni tulajdonképpen a videón keresztül, ezt tudom, hogy sokszor mondtam már, de higgyétek el, nem árulunk zsákomacskát, a Skullcandynek több helyen van kitelepülése, különböző boltokban, ha van esélyetek rá, mindenképp próbáljátok ki. Szerintem nagyon meglepő lesz. Úgyhogy azzal nem volt gond, a telefonbeszélgetés az... hát... nagyjából ugyanolyan szintű, mint a legtöbb gyakorlatilag in-ear headset mikrofonjától, ami elvárható. Annyi, hogy ugye ez egy picit érzékenyebb, mert hogy távolabb van a szánktól, mint ugye a kábelen lógó mikrofon rész, úgyhogy egy picit több zajt vesz föl, de alapvetően a beszélgetésekkel sem volt semmi gond. Ami nekem gondom ezzel a fejhallgatóval, az pusztán annyi, tényleg a dizájn nálam csillagos ötös, a hangzás ugyanolyan, mint eddig a Skullcandynél volt, főleg ebben az kategóriában szuper jó. Nekem az a bajom vele, hogy nyár van. Ahogy a videó elején mondtam, és ha nem akarjátok, hogy patakóban öljön a fületekből a víz, akkor nem over-ear headset izéket kell venni. Arra valók az in-ear fejhallgatók, amiből van is egy nálunk. Ez pedig az Inked Wireless, ahogy már említettem. Biztos láttatok már hasonló fejhallgató dizájnt, hiszen, illetve fülhallgató dizájnt, hiszen ez nem egy új dolog. Tulajdonképpen úgy van megoldva a vezeték nélküli megoldás, hogy a két bal és jobb fül in-ear piece össze van kötve. Tudjuk, hogy vannak olyan fejhallgatók már, amire nincs szükség, de itt még össze van kötve, és gyakorlatilag így a nyakunk köré tesszük ezt az utcot, aztán betesszük ezt az utcot, kb. Így. És így rettentő hülyén nézünk ki benne, mert gyakorlatilag a nyakunkban van egy műanyag kolonc. Az. Viszont be tudjuk rakni így. Ezt többször kipróbáltuk, hogy tulajdonképpen a headset megoldásnál, amikor telefonon beszélünk mondjuk Janival, akkor a póló alól is tökéletesen hallatszik a mikrofon. Sőt, egyébként a legtöbb pólóanyag még egy kis zajszűrőként is szolgál. Ez most hót komoly. Én nagyon megijedtem tőle, hogy ha ki kell tenni, amikor telefonálni kell, akkor nagyon hülyén fog kinézni, nem kell kitenni. Szóval tulajdonképpen így úgy nézünk ki, mint aki egy normál hagyományos headsetet használ, tehát egy fülhallgatót, csak épp mi tudjuk, hogy ennek nincs vezetéke. Ez egyébként egy iszonyatosan kényelmes dolog, főleg nyáron, amikor a kábel ráizad a testünkre, ahogy már mondtam. Vagy például, hogyha valaki más dolgokra szeretné használni, akkor szintén nagyon előnyös tud lenni, de erről majd mindjárt beszélünk.
Ha valaki azt hinné, hogy elfelejtettem az akkumulátori üzemidőről beszélni ennél, nem, egyszerre beszélünk majd ezzel. Szóval, ami miatt én javasolnám, hangképpen nagyjából hasonló a kettő, itt ugye talán egy kicsit jobb izolációról beszélünk a külvilágról, külvilágtól, ezért mélyben egy picit képzeljétek el, lehet, hogy erősebb ez az in-ear, de egyébként hangképpen ez is tökéletes, nagyon kényelmes. Itt is azt a három gombos megoldást találjuk meg, itt ezen a nyak részen, mint itt, tehát ugyanúgy a középső gombot és a hangerőváltó gombokat. És alapvetően ez a kényelmesebbik megoldás szerintem nyáron. Aki másképp gondolja, annak szíve joga, ezzel nincs gond, én ebben sokkal kevésbé izzadok, de mondjuk én dagadt vagyok. Most mit röhögsz? Ne röhögjél! Baszki! Nem vagy dagi. Mi az, hogy nem vagyok dagi? Akkor mi röhögsz? De nem az. Hát ez kurva jó. Szóval, ami nagyon lényeges, és szerintem egy viszonylag előnyös dolog lehet, hogy ez a fejhallgató, ezzel a technikai tudással, amit tud, tulajdonképpen egy rettentő jó opció azoknak, akik sportolásra szeretnék használni ezt a cuccot. Ugyanis a kábeles és az ilyen over-ear fejhallgatókkal az a baj, hogy vagy nagyon nehéz kordában tartani a csapongó kábelt, mert olyan, mint egy korbács, és össze-vissza repked, vagy berakjuk póló alá, és akkor ránk izzad, vagy kirakjuk, és nem annyira csapódik, de beleakad a kezünk, és kirántjuk a zsebünkből a telefont, az nagyon kényelmetlen. Illetve az overéreknek szokása az, hogy miután ránk izzad, utána leesik a fejünkről. Ennél nem lesz ilyen megoldás. Ez a tudsz futástól kezdve, az edzésen keresztül, mindenen át, akár mondjuk, ha nem sportol, hanem mondjuk vezetésre, vagy csak egy bevásárlásról van szó, akkor is nagyon-nagyon kényelmes, hogy nem kell folyamatosan a kábellel küzdködnünk, illetve folyamatosan visszacsomagolni a zsebünkbe, miután kivettük a telefont. Egyébként nagyon érdekes, én nem voltam eddig ennyire vezeték nélküli párti, most egy ideje kezdek az lenni, és nekem nagyon tetszik. A Bluetooth-os kapcsolattal alapvetően nincs egyikkel sincs gond, tulajdonképpen nagyon-nagyon egyszerű párosítás megoldással dolgozik, mint a legtöbb ilyen Bluetooth-os fejhallgató, elsőrendben párosítani kell őket egy kód segítségével, mind a két operációs rendszeren, mert hogy csak kettő van, nagyon-nagyon könnyű csatlakoztatni, utána pedig már folyamatosan felismeri az eszközünket, tehát akárhányszor be van kapcsolva a headset, automatikusan csatlakozik a telefonunkhoz. Akkumulátor üzemidőt tekintve a gyári értékek az ingnél, tehát ennél a kisebb megoldásnál, ennél 8 óra, a nagynál 12 óra, annál, hiszen öcsém, ilyen a hangom? De egy nagyjából egy olyan plusz, egy olyan mínusz másfél-két órát biztos, hogy vegyetek le belőle. Folyamatos megállás nélküli használat mellett az ink körülbelül egy olyan 6-6,5 órát bír, a nagy pedig olyan nagyjából 8,5 órát bír ki. Annál egy picit kevesebbet tud, mint az ajánlat, de ez így is több, mint egyébként, amit én gondoltam, hogy realizálható lesz. Abba pedig mindenképpen gondoljatok bele, hogy nem egész nap hallgatjátok a zenét, mármint egyesek, úgyhogy egy-két-három napot zenével, stílustól, meg szokástól függően biztos, hogy ki fog bírni ez a fejhallgató. Szóval viszonylag sokáig bírja, úgyhogy ez abszolút egy előnyére válik, illetve viszonylag kevés idő újra tölteni őket. Nagyjából egy olyan két óra alatt sikerült feltölteni mindkettőt, nyilván külön-külön fullra. Ami, hogyha azt veszitek, hogy 8 óra zenehallgatáshoz 2 órát kell tölteni, igazából tudjátok mindannyian az okos órákkal, mindennel ez a helyzet, estére lerakjátok töltőre, és biztos, hogy az egész következő napot ki fogja bírni. Alapvetően mi zenehallgatásra és néhány telefonbeszélgetésre használtuk, de például a Los Angeles-i úton Jani ezt használta akkor, amikor a vlogokat vágta, mert én kísérletettem a fejhallgatómat. Jó volt, Jani? Jó. Na, látjátok. Alapvetően mi nagyon elégedettek vagyunk ezzel, hogyha utána néztek annak, hogy nagyjából milyen árban vannak ezek a fejhallgatók, akkor rájöztök arra, hogy miért választottuk ezeket tesztre, és hogy miért hasonlítottam a divat fejhallgatókhoz. Rá fogtok jönni nagyon gyorsan, hogy körülbelül a harmadannyi áron vannak, mint a mostani divat fejhallgatók, amik hangzásban abszolút nem tudnak többet, dizájnban viszont szerintem még sokat kell tanulniuk. Én a legpozitívabbnak azt tartom ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, hogy dizájnban egy visszafogottabb, sokkal univerzálisabb, sokkal több embernek alkalmas dizájnt választ a Skullcandy, és ettől nekem nagyot nőttek a szememben, főleg a grinddel. Ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve ha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor most mindenképp tegyétek meg. És legközelebb találkozunk. Szevasztok!